A csapadékvíz hatékony elvezetése érdekében kellett ilyen kis árkokat kialakítani a Kacagó utca egyik oldalán. Útépítési szabály szerint az út másik oldalára ez nem kötelező, így ott patka sincs. Helyette zúzott kő jelzi a 8 méter széles út szélét. A stop felirat is frissen van festve a Lakatos utca kereszteződésében, ami azt is jelenti, hogy befejeződtek az útépítési munkák. A felújított közel 400 méteres szakaszon már a teherautók is közlekedhetnek. Nagyon fontos volt ez a Kacagó utca számunkra, hiszen ez egy gyűjtő utca, több utca is becsatlakozik ide, és eddig ez tulajdonképpen egy földút volt. Egy olyan nehezített földút, ahol a csapadék víz elvezetés sem volt egyszerű. Árkokat kellett létrehozni ahhoz, és sajnos ez sem volt elegendő, de most így a felújítással meg fog oldódni, hiszen ezt a csapadékvizet most már zárt rendszerben el tudjuk szállítani, és onnantól kezdve itt ez most már egy élhető közösségi útunk lesz. Mindez egy nagyszabású, 5 milliárd forintos, egyedülálló útfejlesztési program részeként. Egyedül Nyíregyháza kapott a kormánytól 5 milliárd forintot földutak aszfaltozására, illetve utak felújítására. Ebből a forrásból, de megnézem más forrásból is, mert EU forrást is fel tudtunk használni, a Szent István Szarvas Széchenyi út ebből indult. Van 5 nagyforgalmú utcánk, aminek a felújítása történik, és befejeződik az is november 15-ig, de hát nyilván a legnagyobb változása a 20 földút aszfaltozása, ezek egyike itt a Kacagó utca. Borbányán még 2 utca van, ahol jelenleg is zajlanak az útfelújítási munkák, ezek 2-3 héten belül elkészülnek. Ráadásul a beruházások a helyi gazdaságot erősítik. Itt is azért a kivitelezésen, tervezésen túlnyomó részt nyíregyházi cégek dolgoztak, tehát ez is egy fontos szempont, és azért is, mert itt így a lokálpatrióta cégek vannak, és hát én azt gondolom, hogy a borbányaiaknak is ez egy érezhető fejlődés, ez a 3 utca november elejére elkészül. A polgármester hozzátette, a végéhez közelednek a munkálatok a Makai István, a Gyűrű és a Pompás utcán, valamint a Muskotáj közben és a Tiszalöki úton is. A tervek szerint novemberben ezeket is felújított állapotban adják át a városlakóknak.